Üdvözlök mindenkit! A mai alkalommal arról lesz szó, hogy Mussolini, miután átvette a hatalmat, hogyan terjesztette ki a fasiszta ideológiát az élet minden területére. Megnézzük, hogy hogyan szűrődött be a fasiszta állam az osztálytermekbe, hogy az olasz társadalom körében hogyan építette ki magáról Mussolini azt a képet, ami miatt szinte istenként tisztelték őt. Megnézzük, hogy hogyan próbálták a fasiszták rávenni az idős Toscaninit, hogy az előadások előtt játssza el a fasiszták himnuszát. Szóval sok mindenről lesz szó, de ne is húzzuk az időt tovább, vágjunk bele! Összefoglalom nektek gyorsan egy percben az előző részben történteket. A világháború után elkeseredett az olasz társadalom, mert nem kapták meg a beígért területeket. Nagy veszteségekkel és gazdasági nehézségekkel kellett szembenézniük. A fasizmus ideológiáját követők Benito Mussolini vezetésével megalapították a Harci Szövetséget 1919-ben, ami Nemzeti Fasiszta Párt néven párttá szerveződött 21-ben, és egyre nagyobb népszerűségnek örvendett, mert a társadalom minden rétegének ígért valamit, tehát tömegpárttá vált. A párt kemény magjának tagjai a fekete ingesek, akik erőszakot alkalmaztak, ha szükség volt rá. 1922-ben elindultak a fasiszták Rómába, ahol III. Viktor Emmanuel, Olaszország királya kinevezte miniszterelnöknek Mussolini. 1924-ben a választásokat csalással, megfélemlítéssel a fasiszták megnyerték, majd fokozatosan leépítették a demokratikus parlamentizmust és diktatúrát építettek ki. 1926-ban Mussolini felszámolta a pártokat, bevezette a cenzúrát, majd megszüntette a parlamentet is. Mussolininek a vágya a földközi tenger feletti uralom megszerzése volt, amihez balkáni és afrikai területeket kellene neki majd elfoglalnia. A mostani részben a kimaradt ismeretek következnek, kezdjük a totális állammal. Mussolini létrehozta a totális államot, ami azt jelenti, hogy az állam mindent, de szó szerint mindent kisebb-nagyobb intenzitással ellenőrizni és irányítani akart. A művészettől kezdve, a gazdaságon keresztül, a sporton át, az emberek mindennapi életéig mindenbe beleszólást követelt. Az államot pedig a fasiszta párt irányította. Ha az államot egyetlen párt irányítja, azt pártállamnak nevezzük. Az állam mindenek felett, vagy az állam minden, az egyén semmi. Mussolininek a gondolatai sokat elárulnak. Az egyénnek az állam alá kell magát vetnie, mindenben az államot kell szolgálnia. A liberalizmussal szemben áll ez a gondolat, ami pont az egyén szabadságát hirdeti. A totális államban a férfinak az állam érdekében kell erősíteni a testét, az állam érdekében kell a munkahelyeket helytállni, a nőnek az állam érdekében kell gyermeket szülnie, a gyermeknek pedig az állam érdekében kell tanulnia. Hadd mutassam be a totális állam működését sorban egy-egy példán keresztül. Kezdjük a sporttal. Mussolini hamar felismerte, hogy a sport támogatása több szempontból előnyös az állam számára. A sport erősíti a nemzeti érzést. Mivel a fasiszta ideológia alapja az eltúlzott nacionalizmus volt, a nemzeti érzés erősítése így egyik legfontosabb feladatává vált a fasiszta rendszernek. A sportnak ráadásul van egy gyakorlati haszna is. Erősíti a testet, növeli az izmot, gyorsabbá, ügyesebbé és fegyelmezettebbé tesz. A fasiszta rendszer a férfi erőt az egekig magasztalta, a háború szó hallatán elaléló Mussolininek pedig szüksége volt egy erős, hadba fogható olasz népre, a sport által tehát megindult az itáliai terminátorok gyártása. A Duce nagy foci rajongó volt, öntötte is bele a pénzt rendesen. Bologna volt a nép körében a két világháború közötti időszak sláger csapata, sorban hozta el a bajnokságokat, elnökéül is egy fasiszta szemét választottak. 1927-ben természetesen vadi új stadiont kellett kapniuk, és hogy ne felejtse el a nép, hogy kinek köszönheti a stadiont, egy hatalmas Mussolinit ábrázoló lovas szobrot állítottak a nézőtér mellé. 1933-ban elkészült a Duce parancsára építetett torinói stadion is, amit Mussolini szerényen magáról Stadio Mussolininek neveztetett el. Ez a Juventusnak és a Torino FC-nek volt a stadionja. Ezeken kívül még rengeteg stadiont építetett. Terveztek olyat is, ami D alakot formált a Duce szó kezdőbetűjére utalva. Mussolini kedvenc csapata a Lazio volt, a mai napig van egyébként a Lazionak egy neofasiszta kemény magja, ez például egy tavalyi 19-es kép, rajta fasiszta karlendítést látunk és egy feliratot, amin a következő áll, tisztelet Benito Mussolininek. 1934-ben Olaszország foci VB-t rendezett, ezzel mutatva meg a világnak Itália nagyságát. Mussoliniek a játékvezetőket tejben, vajban füröztötték, az olaszok pedig egyik mérkőzést nyerték a másik után, míg a döntőben nem találták magukat.
A VB döntőt vezető svéd bíró többször is az olaszoknak fújt, így sikerült egy 2-1-es győzelmet kiharcolni a csehek ellen. Olaszország világbajnok lett. 4 év múlva ismét a döntőig küzdötte fel magát az olasz csapat, ezúttal a magyarokkal találta szembe magát. Az olaszokkal jóban levő magyar politikai vezetés sokak szerint nyomást gyakorolt a szövetségi kapitányunkra, aki megvariálta a kezdőcsapat összeállítását. Biztos, ami biztos, egy táviratot is küldött a Duce az olasz válogatottnak a fasiszták jelmondatával. Győzelem vagy halál. Nem akarták megtudni, hogy viccelődik-e a vezőrük, inkább lehozták a meccset 4-2-re. A kapusunk Szabó Tóni később tréfásan így értékelte a mérkőzést. Kaptam 4 gólt, de megmentettem az olaszok életét. A magyar szövetségi kapitány meg visszatérve kis hazánkba a keleti pályaudvarról alig tudott elmenekülni a feldühödött tömeg látán, akik meg akarták őt lincselni. Szó, a sport középpontba állítása Mussolini részéről remek döntés volt. Az egész világ látta az olasz foci csapat kiválóságát, a 2 VB-n kívül 30-as években még egy olimpiai aranyat is hazavitták. Az emberek pedig a tömegsport fellendülésével elkezdtek mozogni, erősödni. Nézzük a művészetet! Fasiszták nagyon kedvelték a futurista irányzatot, ami a fasizmushoz hasonlóan szintén rokon szenvezett a háborúval, s dicsőítette az ifjúságot, a hősöket, az erőt és a fejlődést. Igaz, hivatalosan nem létezett támogatott állami művészet a fasiszta Olaszországban, s nem tiltottak be művészeti stílusokat sem, de jelentősen támogatták a rendszer dicsőítő futurista festőket. Érdemes megnézni Tayet futurista festményét, a nagy kormányos címet viselő alkotást, ami egy hatalmas, izmos fém robotot ábrázol, aki határozottan erős kézzel vezet egy hajót. A hajó a népet szimbolizálja, a robot Mussolinit, a távolban fenyegető repülők támogatják őt. Mussolini erős személyisége másokat is megikletett, ezen a képen például Róma városképében van belerejtve a Duce arca. Sokszor festettek a futurista festők repülőgépeket, ezt a témát imádták, jól érzékeltetni lehetett vele a gyorsaságot, a fejlődést, a modernséget. Néhány szót ejtenék a fasiszták himnuszáról, a Giovinazzáról. Ez a dal eredetileg egy olasz egyetem indulója volt, majd a fronton levő katonák énekelték az első világháborúban, a háború után pedig a fekete ingesek kezdték el előszeretettel használni. Nem véletlenül, hiszen Mussolini félkatonai szervezete a helyét nem találó, volt katonákból tevődött össze. Később himnuszán magasztosult, szinte minden jeles eseményen eljátszották, kifejezve a nép hódolatát a Duce-nak. Most pedig el fogom énekelni a Giovinazzát a fasiszták himnuszán. Csak hűlök, azt várhatjátok. Nem akarok senkinek traumát okozni, de ha felolvasom, abból talán nem lehet nagy gond. Hősi nemzet, üdvözöllek, halhatatlan honte drága, ébred már az ősi földnek győzedelmes új világa. Vésztüzében egybeforva áll a néped harci sorba. Dante álma tetre várva tündököl, mint napsugár. ifjú lélek, szent tavaszban nyíló élet, büszke bátor ifjújének, hű szívünkből csengve cseng száj. A kulcsszavai a versnek, hősiesség, harciasság, tettek, ifjúság, bátorság, lüktető erőt sugalnak. A nemzet halhatatlan hon népel erős nacionalizmussal színezi ki a költeményt, az ősi föld felemlegetése a nemzeti dicső múltat, a római birodalmat idézi elő. Toscanini a világ egyik legkiválóbbnak tartott karmestere, azonban volt annyira merész, hogy megtagadja a Giovinazza eljátszását. A fasiszták egyre erőteljesebben unszolták, de Toscanini újra és újra visszautasította őket. Volt, hogy Verdi egyik operáját játszotta volna, a fasiszták viszont a Giovinazzát követelték. Ekkor Toscanini a karmesteri pálcáját kettértörte a mérgében, és kijelentette, hogy kizárt, hogy elénekelteti azt művészeivel, vagy levonult a színpadról. 31-ben szintén visszautasította a Giovinazza eljátszását, mire Bolognában a 64 éves idős embert, ekkor fasiszta fiatalok körbeállták és több ütést mértek az arcára. A tettesek nem lettek számon kérve, sőt, még Toscanininek vonták be az útlevelét. Ezután nem vállalt több fellépést Olaszországban, a 30-as évek végén pedig elhagyta az országot, és csak Mussolini bukását után tért vissza. Nézzünk a mindennapi életből is egy-két példát, hogy a fasiszta párt által vezetett állam hogyan férkőzött be az emberek hétköznapjaiba. Ezen belül 3 témát szeretnék megnézni, a gyermekek, a nők és a vallás helyzetét. Akié az ifjúság, azé a jövő, tartja a mondás. Hát ezt Mussolini is nagyon komolyan vette.
A fasiszta nevelés alapgondolata az volt, hogy nem lehet elég korán kezdeni, ha már kisgyermekkortól a fasiszta rendszer és a Duce teljes feltétel nélküli tisztelete van az egyénbe táplálva, akkor kikerülve az oktatásból a rendszer megkérdőjelezhetetlen tagja válik majd belőle. Már 4 éves kortól elkezdték a fasiszta nevelést. Az iskolákban nagy szigor volt, az osztálytermekben a Duce és a király képe függött. A tanítás elsődlegesen lexikális tudást adott, az iskolai életben pedig fontos volt a rend, az engedelmesség, nagy hangsúlyt fektettek a szépírásra, a füzetek rendezettségére. A testnevelő tanárok nyíltan fasiszták voltak, egyenruhában masíroztak a folyosókon, őket felülről küldték az iskolába, hiszen az oktatáson belül a fizikai nevelés kiemelt fontosságú volt a rendszer számára. A sport kapcsán erről már beszéltem, az iskola is egyszerre nevelt igazi hazafit és életerős katona palántát. A fasisztává nevelés munkáját segítette az iskola mellett az ifjúsági szervezet, a Balilla, amiben kötelező volt beiratkozni. A nőnek a dolga elsődlegesen a szülés volt. Az olasz népesség növelése érdekében az állam meghirdette a szülési csatát. Egy nemzedéken belül meg akarta kétszerezni a lakosság lélekszámát. Betiltották a fogamzásgátlást és az abortuszt. Amíg meg nem házasodott férfiakra, nőtlenségi adót vetettek ki. Minden megszületett gyermek után nagy hiteleket és adókedvezményeket adott az állam a családnak. A legtöbb gyermeket szülő nőket pedig úgy tüntették ki, mint háborús hősöket. A foglalkoztatottak 10%-a lehetett maximum nő. Másféle csatákat is hirdettek, volt például Gabona csata. A növekvő lakosság több éhes szájjal is járt, muszáj volt az élelmiszer mennyiséget is növelni. Ennek érdekében hatalmas mocsarakat csapoltak le, és öntözési rendszereket alakítottak ki. Így érték el, hogy a meglévő gazdasági területeken elkezdett nőni a terméshozam. Mussolini hatalmas építkezési akcióba is kezdett. Rengeteg közút és autópálya épült a két világháború közötti időben, és nagyon sok lakást építettek. Az óriási állami beruházásokhoz számtalan munkásra volt szükség. Ezáltal csökkent a munkanélküliség is. Látványosan fejlődésnek indultak az új iparágak, az elektronika, a gépipar és az alumíniumgyártás. Mussolini az ellenfeleivel leszámolt, azonban a katolikus egyház még veszélyt jelentetett a számára a későbbiekre nézve. De az egyház ellen nem alkalmazhatta azt a módszert, amit a kommunistákkal vagy a többi párttal szemben, hiszen a 40 milliós országból nagyjából 40 millió katolikussal kellett volna szembenéznie. Ha nem lehet legyőzni, meg kell egyezni. Ez volt Mussolini irányvonala. Az egyház és az állam amúgy is már egy 60 éve tartó, kibékíthetetlen viszályban állt egymással, ezt Mussolininek sikerült megoldania. Egy olyan megállapodást kötött a Szentszékkel 1929-ben, ami jelentős önállóságot és hatalmat biztosított az egyház számára, cserébe az egyház elismerte Mussolini rendszerét. Ez volt a lateráni egyezmény. Mussolini egy olyan gazdasági rendszert képzelt el, amiben az államnak, tehát a fasiszta vezetésnek döntő befolyása van. Ezzel együtt próbálta megszüntetni az osztályharcot, azaz a munkaadó és a munkavállaló közötti ellentéteket. Az volt a fő gondolata, hogy minden olasznak össze kell fogni, mindent meg kell tenni az olasz nemzetért, osztályharcnak ezért helye nem lehet. Sőt, együtt kell működni a munkaadónak és a munkavállalónak. Megpróbálta egymással kibékíteni a munka résztvevőit, úgynevezett korporációkba szervezte őket. A korporáció jelentése testület ezeket szakmánként hozták létre, és a munkaadók és munkavállalók képviselői vettek részt benne, illetve a fasiszta párt tagjai, akik a végső szót mondták ki, ha nem tudtak egymással megegyezni a munkaadók és a munkavállalók. Mussolini maga körül személyi kultuszt épített ki. A személyi kultusz egy politikus vagy népvezér iránt érzett rajongásszerű tisztelet, amely nem természetesen alakul ki, hanem az állam tudatosan addig-addig súlykolja a vezér, jelen esetben Mussolini nagyságát, hogy a népben egyfajta vallási imádat alakul ki. Ezt a tömegtájékoztatás eszközein, tehát újságokon, rádiókon, filmeken keresztül érte el, rengeteg kép és mozgókép készült róla. A személyi kultusz kiépítésére felhasználta a művészetet és az oktatást is, ahogy azt már láthattuk. Magáról szobrokat, stadionokat, utcákat, intézményeket nevezett el. Mussolini a mindenhez értő.
ezt a képet alakította ki magáról. Különböző pózokban tetszelgett a kamerának. Hol munkásként a földeken színát pakolva, hol ácsként zsonglőrködve a tetőkön, hol hadvezérként a tömegek előtt, hol a római császárok szobrai előtt. Ha kellett, úszott, vívott, szánkózott, síelt, autót vezetett, vagy pilótaként fotóztatta magát, az olaszok pedig csodálták őt, sokan már-már istenként imádták. Mussolini újságírói múltja miatt nagyon is tisztában volt vele, hogy milyen hatalma van a médiának. A Duce tudatosan alkalmazta a propagandát, azaz nézeteinek népszerűsítését, terjesztését. A tömegpropaganda célja a tömegek meggyőzése, az emberek véleményének befolyásolása legtöbbször manipulatív módon. A plakátokon, filmeken keresztül a tömegek érzelmeit célozták meg, és lebutított, könnyen megérthető üzeneteket sugároztak. A fasiszta ideológiát, Mussolini személyi kultuszát és az állam céljait így súlykolták bele az emberekbe. Azért érdemes megjegyezni ezeket a kifejezéseket, mert a következő leckékben, akár a sztálini Szovjetunióban, akár a hitleri Németországban ugyan ezekkel fogunk találkozni. A totális állam, a pártállam, a személyi kultusz, propaganda mind jellemzi a 20. század elején megszülető diktatórikus rendszereket. Ebből két ismeretet, a lateráni egyezményt és a korporációs rendszert egy rövid kiegészítő videóban részletesebben is bemutatok, aki esetleg így nem értette, vagy kicsit mélyebben szeretne megismerkedni ezekkel, azoknak szívesen ajánlom. Én köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna Mussolini és a fasiszta rendszere. A következő alkalommal keletebbre, bár korántsem nyugalmasabb vizekre elvezünk, a sztálini véres kommunista diktatúrába. Tartsatok velem, sziasztok!